Van-e a kegybusulának valamiféle filozófiája? Vagy mik azok a, hogy is mondjam, markáns tulajdonságok, ami segíthetnek embereket a gyakorlásban? Vagy neked van-e valami filozófiád, amit a kegybusula explicit vagy implicit közvetít? Egyrészt nehéz így megfogalmazni, mert nyilván van, de ahogy előbb is említettem, nem feltétlenül kell egy ilyen gyakorlati rendszerbe ezeket az ászlókat tűzni. Egy példát szeretnék mondani a kapcsán. Régen-régen járt hozzám gyakorolni egy komoly spirituális utakkal és fejlesztéssel foglalkozó ember, aki nagyon, hát nem nagyon sok, de több ilyen közösségnek is a tagja volt, aki konkrétan az önfejlesztést gyakorolták. És azt mondta nekem, hogy azért szeret ide is jönni, azért szereti ezt a közösséget egyébként a legjobban, mert nincs túl ragozva semmi, de az emberek tök természetesen viselkedve mégis valahogy jobban megvalósítják azt, amire a tanítások szólnak. És ugye ez nekem is szöget ütött a fejemben, és egyébként én is úgy látom, hogy a rendkívül jó közösség kovácsolódik itt mindig. Nyilván vannak változások, valaki dolgozik sokat, elmegy, azt visszajön, vagy abba hagyja, jönnek újat. De valahogy ez az energia, ami a kejkót jellemzi, ez tényleg szerencsésen épi ki a közösséget. És mondom, talán a verbalitáson túl van ez. Jó egyszerű kérdéseket hoztál. Ezek a legegyszerűbbek. Általánosságban van-e küldetés tudatod a tanítás kapcsán, de sokkal konkrétabb kérdés, hogy mi az, amit szeretnél tanítani és átadni a gyakorlatot vagy a tanításod kapcsán? Ez egy nagyon jó kérdés, mert igen, nekem elég erősen motiváló tényező az, hogy hogyan tudom azt, amit most már közel 30 éve gyakorlok, hogyan tudom azt a legjobban tanítani. Erre jó példa a Katolya, hogy bemutassam, hogy hogyan állok ez a kérdéshez. A Katoli kardívási régi rendszer, amelynek tök erős jellemzője az, hogy igazából 600 év alatt nem változott semmit az a gyakorlatsor, amelyet a gyakorlók elkezdenek tanulni, és aztán lépegetnek benne előre. Ehhez hozzá jön az, hogy egy nagyon hagyománytisztelő japán rendszer, vagyis igazából az van, ha valaki kezdőként bejön, akkor az elkezdi tanulni az elejéről, aztán ha bírja ezt, ezért ez viszonylagos monotonitással jár, még a formák azok nagyon izgalmassá is válnak, de nyilván az elején egy nagyon komoly kihívás az, hogy szépen-szépen milliméterre lépeget előre, és így a klasszikus tanítási módba, tehát japános stílus, csöndbe legyél, csináljad beállva, évek alatt szépen eljutsz majd valahova, aztán meglépegetsz tovább. Nincs is ezzel semmi baj egyébként, de én pont egy pár éve észrevettem, hogy azért a pedagógián lehet faradni. És azóta most már mondhatom, hogy ez az alaptanfolyami rendszer, amit behoztam, vagyis az, hogy bizonyos fókuszpontokat kijelöltem, amelyeket belátható időtartam alatt az emberek meg tudnak tanulni, konkrétan 10-10 edzések során, sokkal nagyobb hatékonysággal lehet fejleszteni az embereken. Merem azt mondani, hogy valaki lejön és ezt a 3x10 alap tanfolyam, 3x10 alkalmas alaptanfolyamot elvégzi, tényleg erősen készen áll arra, hogy a Katolit utána ezt a sziszifuszi rendszert sokkal gyorsabban adoptáljon, mint mondjuk akár én tettem. Tehát én például tudom, éveken át dolgoztam azért, amit itt nálam is a tanítványok pár hónap alatt megcsinálnak. És tényleg arra a szintre jutnak. Ergo, valóban igyekszem minél érthetőbbé, átláthatóbbá, hasznosabbá tenni azt, amit tanítok. Ugyanígy a pusztakezesben is.